Tudósok. Kik ők? Hogy és hol jönnek rá azokra a látszólag ellentmondásos, néha bizarr tényekre, amiket a média közöl? Hogy néznek ki ők, és hol vannak, amikor nem dolgoznak? Elárulom. Itt vannak velünk a Kimondóban, és szemtelenül fiatalok. Egy biofizikus és egy anyagkutató dolgoznak azon kassán, hogy életünket szebbé és jobbá tegyék. Tartsanak velünk, és ők elárulják nekünk, hogy hogyan teszik mindezt. A Kimondó stúdiójában pedig már itt vannak a vendégeim, dr. Jutka Anna Mária biofizikus, a Szaftra Photonics munkatársa, és dr. Csanádi Tamás, anyagkutató, a Szlovák Tudományos Akadémia munkatársa. A felvétel előtt beszélgettünk, és azt mondtátok nekem, hogy egy ilyen őszhajú idős úrra számítottatok, hogy ő lesz majd a műsorvezető. Megmondom őszintén, én is ilyen emberekre számítottam, nagyon fiatalok vagytok. Az első kérdésem pedig az lenne, hogy hogyan lett belőletek tudós? Mikor fogalmazódott meg bennetek, mikor született a döntés, hogy a tudománynak szentelitek az életeteket? Én már gyerekkoromban nagyon kíváncsi voltam. Nagyon érdekeltek az állatok, a virágok. Szerettem a fejtörőket, keresztrejtvényeket. A szlovák, Király Helmeci Szlovák Alapiskolában nagyon érdekesen előadó reál tanáraim voltak. A fizika, a biológia, a matematika tanáraim nagyon jó alapokat adtak nekem, amiben aztán a Király Helmeci gimnáziumban építhettem. És ott pedig a fizika és a biológia tanárnőim nagyon lelkesek voltak és motiválóak, és akkor úgy eldöntöttem, hogy szeretnék tovább tanulni egyetemen. Tehát így kerültem Kassára a Pavol József Safárik Egyetem természettudományi kar fizika-biológia szakára. Hát nagyon magával ragadott a kutatás, mert bekerültem egy nagyon színvonalas kutatócsoportba, és nagyon jól felszerelt modern laboratóriumokba dolgozhattam. Úgyhogy jelentkeztem aztán doktori képzésre, úgyhogy így lett belőlem biofizikus. Tehát akkor gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy a biofizika, a biológia és a fizikának a határtudománya. Így van. Tamás, a te történeted? Hát az én történetem is nagyon hasonló, szóval én is, mondjuk én, amikor kicsi voltam, én is elkezdtem így otthon így különféle dolgokkal játszani, kísérletezni, hogy mégis dolgok, hogy működnek, szétszedni dolgokat, nem csak a kis mackót szedi szét az ember az autót, hanem úgy mindent, amit úgy talál, hogy megnézi, hogy működik. De úgy igazából az ember ez nem tudatosodott abban az időben, hogy most igazából kutató akar, ez pusztán csak érdeklődött, és akkor úgy én nekem is hasonlóképpen az általános iskolában volt, én Budapesten végeztem az összes iskolámat, és aztán majd az egyetemet követően kerültem ide Kassára. Szóval még általános iskolában nagyon jó fizika tanárnőm volt, én nagyon szerettem őt, Jutka néninek hívták igazából ugyanabban az iskolában, ahova anyukám is tanárnő, tehát általános iskolai matematika-kémia szakos tanárnő, és ugyanabban az iskolában jártam én is negyedik osztályt követően. De nem, ő sose tanított, szóval csak a kolléganője Jutka néni, és ő nagyon szerettem Jutka nénit, matekot meg fizikát tanított, ezt imádtam, amit mindkettő tantárgyat, szóval nagyon jó volt, és szerintem ez intott el azon a pályán, hogy aztán később középiskolában is a fizika, a matematika, a kémia hármasát űztem, nagyon szerettem egyébként, izgalmas volt mindegyik, és nem is tudtam dönteni, hogy melyiket szeretném leginkább. Tegyük fel, hogy a srác vagy a lány épp középiskolás és pályaválasztás előtt áll, és mondjuk fontolgatja, hogy anyagkutató vagy esetleg biofizikus szeretne lenni, de azért ott van a háttérben ez a kis félelem, hogy ami azzal függ össze, hogy ezeket az embereket általában ilyen introvertált, irodában ülő kis ilyen, hogy is mondjam... Alamuszi-nyuszi. Igen. Ilyen hamutartó vastagságú szemüvegben üldögélnek a számítógép előtt, és ezek a srácok lehet, hogy rettegnek az ilyen fajta élettől. De gondolom ez nem így van, ezt csak mi gondoljuk így. Mi a valóság?
Igen, hát az emberek úgy képzelnek el minket, tudósokat, kutatókat, hogy kockák vagyunk, kockafejűek. Pedig nem is már háromszögek. És hogy olyan visszahúzódottak, olyan unalmasak vagyunk, nem tudunk barátkozni, olyan csodabogarak vagyunk. Ugye az a tipikus figura, hogy kockásing, szemüveg, zsíros haj, garbó, kinyúlt szvetter. Igen, hát, és nézzük görbe hát. Görbe hát, mi talán nem vagyunk ilyenek. Ez nincs így, ez nincs így. Nem, hát az igazság, hogy nyilván tehát az, hogy valaki kutató legyen, nyilván kell egyfajta fegyelem, szorgalom, tehát ez már nyilván középiskolában is meg kell, hogy nyilvánuljon. Tehát aki kíváncsiság. Kíváncsiság, ez nagyon fontos. Tehát ez az állandó kíváncsiság, talán ez az alapvető, de emellé kell egy hatalmas oda kitartás. Kitartás, tehát középiskolában az, hogy valaki kíváncsi, az szuper. És a nyilvántanárnak ezt föl kell ismernie, és támogatnia kell őket, és meg kell mindent adni. De sajnos utána, ha valaki ezt el is dönti középiskolában, hogy hú, ez izgalmas, ez tök jó, mert csodás fizika tanárom, vagy csodás biológia tanárom volt, az nem garancia arra, hogy egyetemen nem fog esetleg elvérezni. Tehát utána, amikor bekerül az egyetemre, rá kell jönnie, hogy hoho, hát amit ő tudott, az tök jó, meg jó, hogy megvan a kíváncsiság, de nagyon sok tárgyatudást föl kell szedni. És az egy seggelős dolog. Tehát ott kell egy kicsit kockának lenni, ott azt meg kell tanulni, szó szerint. Igen. És utána újra önmagad lehetsz, és kiélheted magadat, a saját igendet adhatod, nem kell egész nap guvadni egy székbe, el lehet menni sportolni, el lehet menni szórakozni, bulizni, mint minden normális ember. Tehát ez inkább csak az teszi talán a különbséget a kutató meg a nem kutató között, hogy van, aki problémát lát, inkább feladja. A kitartás az ugye szerintem a legtöbb felkiáltó jeles szó nálatok, hiszen igen. Egy 20-25-30 éves kutatásnál mondjuk, hogyha a harmadik hétben azt mondtad, hogy meguntam, akkor az annak lehet, hogy a megrendelő annyira nem örülne. Igen, 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 ez pontosan így van. Tamás, teljesen véletlenül néhány éve voltunk nálad, és megnéztük, hogy igen, mivel is foglalkozol. Erről jön most egy kis videóbejátszás. A cél hajlékony, de törésálló anyag fejlesztése, amelyet a gépiparban alkalmazhatnak majd. Zirkónium diborid anyagot vizsgáltuk, hogy a különféle orientációk esetén mennyire deformálhatók a szemcsék. Csanádi Tamás a nagyméretű deformálási technológiákat alkalmazta nanoszinten. Egy mikropillért faragott, ami egy emberi hajszál vastagságához képest 50-szer kisebb. Ezt nyomta össze, és így jött rá arra, hogy a szemcsék bizonyos irányba deformálódnak, bizonyos irányba nem. Ha a szemcséket sikerül rendezni, akkor már nagyobb méretekben is hajlítható lesz a kerámia. Nos, hát ez történt 2017-ben. Azóta, eltelt pár év, hol halad, hol tart ez a kutatás? Fejlődünk, haladunk. Ugye úgy lehet valamit fejleszteni, hogy megértjük, hogy hogyan működik. Ezt már kiskorunkban is megtanultuk, szét kellett szedni a dolgokat, ahhoz, hogy megértsük, hogy mi van benne, miért csipog a mackó, mert benne van valami eszköz. Hasonlóképpen működik ez is a valós világban, hogy a kerámiákat úgy tudjuk, bár ez egy rideg, törékeny dolgok, úgy tudjuk javítani, hogyha megértjük, hogy miért törnek össze. Ezt fejlesztjük tovább, és ebben az irányban haladunk. Csak közben annyi változás történt, hogy 2018-ban részt vettünk egy angliai kutatótársainkkal együtt, ki tudtunk fejleszteni egy olyan kerámiát, amit úgy neveznek, hogy ilyen nagy entrópiás kerámia. Ez annyit jelent, hogy nagyon sok különféle típusú kerámiát tudunk gyártani, nagyon hasonló módszerrel, de mégis nagyon különböző tulajdonsággal bírnak ezek. És minél ugye nagyobb a választék, úgymond, annál nagyobb az esélye annak, hogy találunk olyat, ami esetleg úgy viselkedik, hogy alakítható képlékenyen, mint ezek a picike kis szemcsék. Szóval, hát ami az előrelépést illeti, dolgozunk, egyre több anyagunk van, amik így viselkednek, és próbáljuk most már mi befolyásolni az anyagokat, tehát próbáljuk tervezni őket, hogy hogyan lehetne nem csak piciben, nem csak szemcse szinten, hanem konkrétan nagyobb méretekben is ezeket előállítani, de ehhez az kell, hogy legyen módszerünk arra, hogy hogyan tudjuk ezeket tervezni, gyártani, és ezek a nagy, úgynevezett nagy entrópiájú anyagok, ezek kerámiák, ezek lehetővé teszik ezt, szóval ezen dolgozunk, ezeket gyártjuk, teszteljük, és
hát reméljük, hogy javulnak a dolgok, és egyszer elő tudunk állni egy kézzelfogható mintával. Ugorjunk az időben, mondjuk ugorjunk egy 10 évet. Tegyük fel, hogy a kerámiának az összes tulajdonságát sikerült feltérképezni. Hova vezet ez? Hol lesz ez használható? Hol tud ez majd hasznos lenni, ez az anyag, aminek összes tulajdonságát megismertük? Millió egy helyen. Tehát tényleg, hogyha ilyen biológiai vonalkozási dolgokat nézzük, mint például az implantokat, fogimplantátumok, biológiailag a csont és ilyesmi helyettesítők, de ha nem ilyen biológiai alkalmazásokat vizsgálunk, hanem szerkezeti kerámiákat, mint amiket mi is gyártunk jó részt, fúrófejekben, tehát ugye fontos, hogy a fúrófejnek olyan legyen, hogy ne kopjon el. Most ez nem csak a falfúrásnál fontos, amikor a csempét fúrjuk, hanem mondjuk alagútfúrásnál, amikor a közlekedési rendszert szeretnénk megreformálni, hogy kevesebb autó járjon a városba, több alagútat szeretnénk, több metrót, vagy autópályákat. Ott is nem mindegy, hogy mennyi időbe telik, ugye, míg átfúrjuk a sziklákat, mint aztán, nem tudom, San Francisco, vagy Los Angeles, vagy nem tudom melyikbe, Elon Musk is ugye beindult ezen a vonalon, ő is megcsinálta a saját fúró cégét, mert hát rájött, hogy erre van kereslet. Szóval jó fúrófejek kellenek. Olajipar, hasonlóképpen fúrófejek. Ezen kívül ezek a kerámiák hőállók. Tehát az hatalmas nagy tulajdonságuk, hogy nagyon magas a hő, hát nagyon magas az olvadáspontjuk, tehát 3000 fok fölött van, Celsius fok fölött van a olvadáspontjuk. Ezáltal ők az egyetlen olyan anyagcsoport, ami például ilyen nagyon magas hőmérsékletű alkalmazású dolgokra jók. Tehát konkrétan, hogyha arra gondolunk, hogy űrhajók le akarnak szállni a földre, vagy föl az űrbe, nagyon nagy hőhatásnak vannak kitéve. Szuperszónikus gépek, ugye szintén. Te, Anna Mária, hétfő reggel bemész a munkahelyedre, és átöltözöm. Én átöltözöm. Jelenleg egy kassai high-tech cégnek dolgozom, Szaftra Photonics-nak hívják. Ugye tudjuk, hogy a mezőgazdaság és az ipar nagyon szennyezi a környezetünket, a talajt, a vizet, és úgy hívják ezeket az anyagokat, hogy perzisztens szennyező anyagok, tehát nem lebomlóak, megmaradnak a természetben, és belekerülnek az italokba, ételekbe, és így az emberi szervezetben akkumulálódnak. És nagyon sok betegséget, köztük a rákot is okozhatják. És ezeket a szennyező anyagokat nehéz, nem egyszerű dolog kimutatni, például a vízben, vízmintákban, és nem egyszerű, nem olcsó, relatíve elég sokáig tart, mert erre szakosodott laboratóriumokba kell elvégezni ezeket a méréseket, kimutatásokat. És éppen ezért a Szaftra Photonics piacra hozta ezt a nanotechnológiát, amivel én is dolgozom. És ez a technológia, ezt úgy kell elképzelni, hogy ez egy mint egy USB kulcs méretű és alakú formájú eszköz, amire rá lehet csepegtetni a vízmintát, és 10-15 percen belül képesek vagyunk kimutatni, hogy az a minta, lehet az víz, tej, bármi, van-e ilyen szennyező anyag. Tehát én ezen a módszeren dolgozok, ehhez járulok hozzá, tehát a fejlesztésen és a gyártáson. Tehát ez a dolog már létezik. Ez a dolog működik, már létezik. És működik. Te pedig azon dolgozol, hogy ezt még tovább fejleszd. Tovább fejlesszük, mert minden molekulához, ilyen perzisztens szennyező anyaghoz kell igazítani ezt a technológiát.
A ti módszeretek azért lehet talán úttörő, mert ellentétben a hagyományos standard laboratóriumi eljárásokkal ez abban különbözhet, hogy sokkal gyorsabb, kompaktabb és könnyebben kiértékelhető. Pontosan így van. De egy átfogóban mi a különbség a kettő között? Tehát milyen volt egy régi folyamat, amikor le akarták ellenőrizni mondjuk egy ivóvíznek a minőségét, igen, és mi az, amiben ti újítotok? Tehát például, ahogy említetted, az ivóvíz, mintákat kell gyűjteni, el kell őket vinni erre szakosodott laboratóriumokba. Ez ugye idő, pénz, és ott ugye nem egyszerű emberek, hanem kutatók értékelik ki. Olyan, mint egy gyors teszt. Gyors teszt például. Tehát azt mondtad, hogy 15 percen belül eredmény van. Remek. Covid helyzet. Nagyon sokak szerint a kutatók munkája és a kutatók jelenléte az életünkben nagyon fontos lett azáltal, hogy a Covid betört az életünkbe. Ennek ti érzitek-e bármilyen hatását, akár közvetlenül, vagy közvetetten? Mennyire fontosak a kutatók ma? Igen, hát szerintem most nagyon előtérbe kerültek a kutatók. Csak az a baj szerintem, hogy a politikusok nem hallgassák meg a kutatók véleményét, vagy ha meg is hallják, de úgyis maguk szerint cselekednek. És többet kellene rájuk hallgatni, én szerintem. Másik dolog, hogy azok a kutatók, tudósok, akik nyíltan kommunikálnak a médiával, tehát sokszor lássuk őket a tévében, nagyon sokszor támadják őket. Ez egy szörnyű dolog egyébként, hogy egy ilyen vírusjárvány kell ahhoz, hogy az emberek, politikusok fejében egyáltalán felmerül, hogy hoho, hát a kutatókra szükség van. Szóval ez világjárvány nélkül kellene ezt alapvetően támogatni, akár az oktatást, akár a kutatást, hogy esetleg, amikor egy ilyen járvány beköszönt, akkor már föl legyen készülve, és ne akkor kelljen kapkodni, hogy mi van, és ne utólag kelljen a dolgokat. Persze nyilván mindig vannak váratlan események, ez természetes, csak nehogy már egy katasztrófa kelljen ahhoz, hogy felismerjék azt, hogy a tudományba investált pénz az nem egy kidobott pénz az ablakon, hanem az a saját jövőnek a fejlesztése és könnyebbítése. Szóval ez inkább csak a negatívum, de egyébként tény és való, hogy pozitívumot hozott. Én is ugyanezt látom, hogy a tudomány jobban megbecsülve van a média által is, így talán az emberek fejében is. Tény, hogy nagyon sok hülye van, tehát ezt sajnos ki kell mondani, akik a tényekkel sincsenek jó barátságban, tehát az ilyenekkel nem olyan lehet vitatkozni sajnos, nincs is értelme. De a társadalom az a része, aki legalább a tényeket elfogadja, és legalább hajlandó a tudományban jártas embereknek a véleményére hagyatkozni, azok megfoghatók. Itt van egyébként nagy felelőssége szerintem a kormányoknak, tehát teljesen mindegy, most Magyarország, Szlovákia, vagy bármelyik másik ország kormányát értjük alatta. Információt kéne átadni az embereknek, hogy ha ez történik, most ez nem csak a Covidot érti alatta, de most ez az aktuális téma, ugye, hogyha így csináljátok, akkor ez lesz a következmény. Ha úgy csináljátok, akkor meg az lesz a következmény. Számomra ide még aktuális lehet egy kérdés, hogy létezik-e egyfajta konfliktus a kutatók, tudósok között mondjuk az állami támogatásokkal kapcsolatban? Létezik-e olyan jelenség, nem egyetértés, hogy az államnak inkább ezt kellene támogatnia, és nem azt? Úgy érzem, hogy mi kevesebbet kapunk, holott a mi munkánk fontosabb lenne, és így tovább. Én szerintem van, de szóval ez mindkét országot, tehát Szlovákia és Magyarországot egyformán érinti, de szerintem ez a világ többi országában ugyanígy van, mindenki a pénzért hajt, sokszor nem etikus módon. És itt a nem etikus módon van a probléma, mert az, hogy az emberek szeretnének jobbak lenni, jobb kutatást végezni, az teljesen természetes, ez egy úgymond versenyhelyzet. És hogyha értelemszerűen véges összeg van áll rendelkezésre, akkor azt úgy kell elosztani, hogy a legjobbak kapják, nyilván a kevésbé jók kevesebbet kapjanak, vagy esetleg ne kapjanak semmit. Ehhez kell egy átlátható rendszer, hogy a különféle
pályázatokat, mi alapján bírálják el, kik a nyertesek, milyen témába kutatnak. Én úgy tudom, hogy azért ez nem teljesen átlátható egyik országban sem, akár a Magyar Tudományos Akadémián is ugyanez voltak problémák, hogy érdekes módon olyanok voltak támogatva, akik nem kellett volna támogatni. Nem vagyok a Tudományos Akadémiának a tagja, tehát én is ezt csak a hírekből olvasom, de ez nem jó. Az ELTE-n, ahol te tanultál, alig voltak lányok, majd feljöttél Kassára, és rácsodálkoztál, mire is? Hát igen, az, hogy úristen, mi van itt? Hát igen, ez meglepő volt. Tényleg én nagyon tisztelem, tehát ahonnan jöttem, hogy az ELTE-ről az egy csúcs, nagyon jó tudást kaptam meg minden, de hát azért azt lehet tudni, akárki oda megy, hogy gyakorlatilag 99%-a férfi, tehát ott nincsenek nők, és itt már eleve, amikor találkoztam Dusza Jánossal, ugye aki most már a főnököm, ugye egykor a témavezetőm volt, már azon meglepődtem, hogy hú, milyen elegáns, mondom, értem, kutató ő? Mert hát igazából nem ez a benyomása az embernek, legalábbis nekem nem ez volt a benyomásom, és utána a következő meglepetés az akkor ért, akkor megérkeztem ide, és bementem a tanszékre, a kerámia tanszékre, és megláttam, hogy három vagy négy tényleg csinos lány van, vagy nő pontosabban, és mondtam, hogy jó ég, mondom, ezek ők munkatársaim, hát mondom, nem vagyok ehhez hozzászokva, és itt most senki ne értsen félre, nem a női nem ledegradálásról van szó, kiváló kutatók ők is, és azon túl esztétikailag is nagyon jó látvány nyújtanak, tehát és egyébként az emberi kapcsolatok szempontjából szerintem nagyon fontosak, hogy kicsit igazán emberek legyünk, tehát ezért ha az ember, ez szerintem egy pszichológiai dolog, hogyha férfiak össze vannak zárva, akkor nem ugyanúgy viselkednek, mint hogyha esetleg nők is vannak a társaságban, szóval egy sokkal oldottabb, sokkal kellemesebb a hangulat, hogyha nők is vannak, csak valahogy én ezt nem tapasztaltam eddig, meg még nem kerültem ide. Szóval egy szó mint száz, teljesen szuper az egész, tényleg. Kolléganőm, mikor a biofizikára jelentkeztünk, és a felvételi vizsgán széjjel nézett, akkor azt mondta, hogy te jó ég, én castingra jöttem, vagy felvételi vizsgára. Tehát nagyon sok hölgy volt, lány volt, és mondjuk igen, doktoranduszok közt több volt a lány, de viszont ilyen magasabb pozíciókban, vezető pozíciókban több a férfi. És de viszont ez már kezd így kiegyensúlyozódni, hogy például az állatorvosi és gyógyszerészeti egyetemen 2 évet töltöttem, és ott több volt a nő, mint a férfi. Úgyhogy diákok közt is több volt a lány. Úgyhogy akkor átalakulóban van ez az ág. Átalakulóban, és igen. Ez teljesen jó, mert ők is ugyanúgy, tehát ha valahogy én is abban nőttem föl, hogy abban a mentalitásban, hogy a kutató az férfi, tehát vagy így neveltek minket annak idején, hogy nem sok nő megy kutatónak. És ez teljesen nem így van. Tehát, és ez nem csak a biológiára igaz, ez mondom, anyagtudományon belül, tehát itt is. Nem mondom, hogy a fele, mert talán nem a fele, de szerintem, hogy a 40%-a nálunk nő. És ők is nagyon jó kutatásokat végeznek, és mindenkinek megvan a maga erőssége. Tehát ők például nagyon precízek. Tehát azt vettem észre. Tehát vannak férfi kollégáim, tehát most túl azon túl, hogy az ember, ha nem nézi meg, hogy kinek az irodájában lép be, csak benyit, egyből látja, hogy férfi vagy nő irodába jutottam be, mert a férfi kollégáim meg katasztrófa, rendetlenség van meg minden. Nőknél precízen ott van minden a helyén. Szóval én is persze szeretem, hogyha nálam rendben vannak a dolgok, szóval én kifejezetten örülök neki, hogy sok nő van nálunk, mert jó hatással van. Jó hatással vannak a férfi, az amúgy lustább férfi hatások. Így van. Kicsit jobban igyekeznek. Így van, pontosan. Úgy nekünk nőknek talán más a gondolkodásunk. Valahogy másképp lássuk a dolgokat, máshogy gondolkodunk. Talán, nem tudom, az én véleményem, hamarabb észrevesszük a részleteket és az összefüggéseket. Nekem az az érzés. Igen, és ez, szerintem ez az egész ez színesebbé teszi, és alapvetően ugye ez nem egy egyéni verseny, tehát egy kutatás, az egy csapatmunka. És pont ez a lényeg, hogy mindenki hozzájárul a kutatáshoz, úgy lesz a kutatás a legsikeresebb. Tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy a kutatók mindenki a saját irodájában, a saját gépe előtt, szifon szemüveggel nézi a monitort, hanem nyilván leülünk,
van egy hely, egy ebédlő konyhának, ahol ugye kávézunk, teázunk, néha ünneplünk, és megbeszéljük a dolgokat, amúgy minden nap. És így ez a kutatás, ez így működik, hogy egyszerűen ötletelünk, hogy, és kinek mindenkinek más a meggondolása, nők is másként látnak dolgokat, mi férfiak között is különféle dolgokat különféleképpen látunk, és ez viszi előre az egészet, hiszen a cél az az, hogy fejlődjünk, csapatként tudjunk nagyon jól dolgozni, és hát egy csapatban mindenkire szükség van, egy kapustól, a csatárig mindenkire. Különben nem lesz jó a csapatmunka. Köszönöm szépen dr. Jutka Anna Mária biofizikusnak és dr. Csanádi Tamás anyagkutatónak, hogy itt voltak velünk a Kimondó stúdiójában. Önöknek is köszönöm szépen, kedves nézőink, és találkozunk a Kimondó következő részében.